Üdvözletem, hát ugye ez nem a kötött fogás, de még annál is jobb, mert ez egy olyan flaster lesz, amilyen még nem volt, ugyanis két jóssal fog beszélgetni, akik egész jól működnek egyébként, méghozzá Pulai Andrással a Publikus Intézettől. Sziasztok. És Ember Zoltán Leventével az Iránytűtől. Jó napot kívánok, szervusztok! De ti vagytok az intézetti, meg nem vagytok az intézet, mindegy, a cég neve az mindegy. Kb. Jó volt. Na, a lényeg az, hogy ugye az előző héten még a előválasztás végeredménye előtt azt a teljes szakmaiatlanságot követtem el veletek szemben, hogy azt kértem, hogy tippeljetek. Mi lesz a végeredmény, és hát András is egész jó volt, ugye te 60-40-et mondtál. 60-40, így van. De Ember Zoltán Levente gyakorlatilag telibe lőtte, nem? Tehát, hogy nem is tudom, hogy... Hát, ugye... igen, hogyha úgy nézem, rövid válasz az lenne, hogy szerencsém volt. Zseni vagyok. A hosszú válasz pedig az, hogy kérem a kedves nézőket, hogy azért a Paks Kisvárda a holnapi mérkőzésével kapcsolatban ne írogassanak, mert azt viszont nem tudom előre. Lottó számok, semmi nem. Igen, és igen, akár azzal kapcsolatban is. A hosszú válasz azért az, hogy megvolt az a szerencsém, hogy ráláttam két kutatásra, amik a kezdet előtti napokban, tehát az előválasztások kezdet előtti napokban készültek, ebből készítettem saját szórakoztatásomra egy biztos szavazókra vonatkozó becslést, és ezt azért ismertük az elmúlt napok folyamatait az adás ideje alatt, tudtuk a részvételt, és igazából ott a flow már Márki-Zay mellett volt, úgyhogy én még 2-3 százalék ponttal eltérítettem azt a becslésemet. Egyébként, amit mondtatok, de biztos minden nézünk, emlékszik rá, hiszen annyira figyeltek rátok ők is, mint én is, hogy az teljesen logikus volt az a levezetés, az új választók belépése, hogy az új választóknak nyilván az új sztori mentén lépnek be, és több, tehát hogy az úgy, nekem ezt, engem abszolút meggyőztetek ezzel a 60-40-en, sőt a választókat teljes nyugalommal, sőt a választókat hát, hogy, is. De egyébként, hogy mielőtt még, hogy a szobromat romboljam, azért sajnos a választások napjának reggelén mondtam azt, hogy nem lesz kétharmad 2018-ban, tehát azért bele lehet szaladni a késbe. Ja. Viszont volt egy olyan pillanat, egyébként ezúttal is hadd gratuláljak, majd elintézem, hogy a Magyar Hang meghívjon egy kitűnő szörpre, amire már engem is meghívott a győzelem okán. Hát, nem. Hát az szegényes ha volt lennénk, az a ha jó lennénk, akkor kólát kérnék. De igen, de egyébként ez Erdélyből származó, méghozzá, ha jól emlékszem, ez Székely Bodza szörp, úgyhogy ez tényleg remek. Világbajnok szörp, azért is ajánlgatom mindenkinek egyébként, és titkom magam is csak ezért járok. Nem csak ezért természetesen. Egyre jobb ez a szörpös rész. Viszont volt egy olyan pillanat a urnazárás előtt, hát kb. Másfél órában, amikor 60-40-re állt a mutató állása, és én akkor majdnem kiírtam a Facebookomra, hogy stop the count, mint ahogy azt annó Mr. Trump is megtette a számára kedves pillanatban, amikor még Pennsylvania éppen nem volt megszámolva, ugye? De rájöttem, hogy valójában hiába írnám ki, valószínűleg nem állítanák meg a számállást, úgyhogy elengedtem, és láttam, hogy az inkább most már neked fog kedvezni a vége felé. Na jó, a 61-ben se volt hossz. Na de, most már ugye túl vagyunk ezen. Nem is tudom, volt-e még ott aznap. Nem annyira fontos. Azóta, ami történt, azt nézzük meg, jó? Hát nekem például az egyik legfontosabb pillanat, az a Gyurcsány Ferencnek a másnapos, majdnem azt mondom, másnapos hát az a majdnem gratulációja. Volt az egészen másnap. Ennyi. Szóval, hogy a másnap bekövetkezett megszólalása, amiben számomra nézőként két fontos elem volt. Az egyik fontos elem hiányzott, ez Márki-Zay Péter neve, meg sem említett, ugye. A másik, nem ami... volt rá idő 6 perc alatt. Hát meg hosszú neve. Mindenki elem, tudta, hogy miért kell, nem kell mondanod. A másik, ami megütötte a fülemet, az az, hogy úgy beszél, sőt, ez el is hangzott a Gyurcsány Ferenc szájából, hogy az ellenzéken belül mi vagyunk a legerősebbek, oké, ez vagy így van, vagy nem, de mindegy, ezt így mondja, és hogy, de, sőt, mi vagyunk az egyetlen önállóan is kormányképes erő. Az mit akart jelenteni? De nem muszáj itt leragadni, szóval, hogy mit szóltatok hozzá, amikor... Mert volt egy olyan olvasata is ennek a történetnek, hogy tessék, Gyurcsány Ferenc kiállt, és azonnal gyakorlatilag összefogás nulladik pillanatában már lerombja a Márki-Zay Péter sztorit. Én azért ezt nem éreztem valószínűleg ebben. Igen, ők is érezhették, hogy ez a nyilatkozat ez szerencsétlen volt, és ezért azóta én azt mondtam, hogy ez a DK-ből egy picit táncol vissza, sőt maga Gyurcsány Ferenc is táncolt ebből vissza. És volt benne még egy érdekes mondat, amikor azt fejtegette, hogy hát majd a
kormány többség választhatja meg a kormányfőt. Tehát ebbe igaza van? Ebbe igaza van, csak... Jogilag igaza van. Csak ez, hogyha Márki-Zay Péter nevét kimondja, akkor ez egy egyszerűbb történet, mert hogy mindenki érti és világos a mondat tartalma. Alanya állítmánya is mindene van. Így viszont... Mert ez egy érdekes lebegtetés. De pont ez akár fenyegetésnek is érzékelhető, ahogy egyébként sokan jelezték a DNA-val. És nem is SMS-ben írta meg. Lehet, hogy SMS-ben is megírta, azt nem tudjuk. De mert igen, és meg nem is, de ilyen szempontból szerintem ez ügyes volt, miközben ahogy néztem magát a videót, meg a felvételének körülményeit, hát tehát úgy tűnt, mintha ilyen spontán kiszaladtak volna a folyosóra, igen, még egy ajtócsapódás is van, Tomi. Tehát, hogy mintha nem is tudom, nem akarok semmi rosszat gondolni a Gyurcsány Ferencről, de hogy van ez, amikor, mit tudom én, így a hetedik sör után az ember, és ez most nem Gyurcsányra van, ez most rám vonatkozik, hirtelen azt gondolja, hogy most nagyon okos. Másnap mindig kiderül, hogy egyébként nem kellett volna ennek bedőlni, de... Ugye amikor azt mondtam, hogy ez még aznap volt a beszélgetésünk elején, akkor azt úgy értettem, hogy szerintem ott még Gyurcsány Ferenc érezte a fájdalmát annak, hogy Dobrev Klára elesett ebben a küzdelemben. És, bocsánat, ez nagyon jó, ez az érezte, ezt az használni fogom. Tényleg csáó, jó, nem csak érzi a fájdalmat. és hogy szerintem akkor még nem dolgozta fel ezt a történetet, és szerintem, hogy mondjam, kitüremkedett az ember a politikus mögül, nekem ez a jó hiszemű megfejtésem erre a történetre. És aztán utána már feldolgozta szerintem, és most már nyilván látja ennek a politikai következményét, és nem kevésbé az emberi oldalát nézi, mert persze gondolom azt is otthon vagy a Bárcikházban is megbeszélik, de hogy mivel hogy ezt nem követte tett, és nem követte további ilyesmi típusú kommunikáció, ezért ezt én a gyászidőszak első lépésének tudom be, ami hát valahol végül is természetes. Pontosan ezt akartam mondani, én csak annyival egészíteném ki, hogy gondoljatok bele, vagy a kedves néző gondoljanak bele abba, hogy ott voltak a győzelem kapujában. Az első forduló, első napjaiban mindenhonnan azok az infók jöttek vissza, hogy letarolták az országot. Hogy mintha az 50% se lenne elérhetetlen. Hogy 30x egyéni jelöltjük lesz. Aztán már az első forduló vége már nem úgy alakult szerintem, ahogy ők azt eltervezték, vagy közben ugye megjött az étvágy. Tehát ha valószínűleg néhány hónappal korábban Dobrev Klára első fordulós győzelmét, meg azokat a vidéki eredményeket mind aláírták volna, de evés közben megjön az étvágy, és ott álltak a győzelem kapujában, valószínűleg évek óta készültek rá. Látszik, hogy Dobrev Klára minden mozdulata kigondolt, tudatos, tervezett, egy profi politikus képes lett föl, és ezt a profi politikust és ezt a gépezetet, ami mögötte van, mindenféle infrastruktúrával, meg több ezer aktivistával, meg címlistával, meg minden, és ezt a gépezetet a semmiből valaki lekaszálta. Egy pillanatok alatt. Nem értem. Ez napok egy fájdalmas. Alatt, és ez napok, biztos, hogy napok, hetek, hónapok mire feldolgozza. És tehát szerintem ez természetes, hogy ilyenkor ez a fájdalom ez egyébként kiütközik az embereken, de azért itt egy ilyen fontos dolog azért, hadd hívjam fel a figyelmét mindenkinek és a drága nézőknek is, hogy azért mi nem csináltunk olyan kutatást, és én nem láttam olyan kutatást, ahol ne az jött volna ki, hogyha a második és a harmadik helyzet összefog, akkor nem nyeri meg ezt az előválasztást. Tehát valójában nekik tudniuk kellett, hogy hát itt igazából ők most a mínuszból próbálnak megfordítani az első fordulóval szemben, ahol meg pluszból kellett esetleg elengedni pár szavazatot, nyilván ezt nem tették meg. Szóval, hogy valójában azért ez benne volt a levegőben, teszem hozzá, hogyha már tele van 20 lépésekkel ez az előválasztás, mert szerintem tele volt 20 lépésekkel, akkor szerintem egy igazi nagy 20 lépés beleférhetett volna a DK részéről is, Dobrev Klára visszaléptetése akkor, amikor tudják, hogy a kettő, második és harmadik ilyen vagy olyan módon, de össze fog fogni ellenük, mert abban az esetben, hogyha Dobrev Klára visszalép, lényegében, ugye akkor persze valószínűleg a Karácsony Gergely javára lép vissza, hiszen mégiscsak ők vannak egymáshoz közelebbi politikai oldalon, de akkor ő nem kap ki ebben a versenyben, nincs egy megvert pozícióban, nem az, hogy valaki, aki jön a semmiből megveri, mert ez mégiscsak ennek az egésznek ez az olvasata, és egy miniszterelnök helyettesi pozícióban, akkor ő egyből a második a győztes mögött,
egy miniszterelnök helyettesi pozícióból kezdheti alsó hangon a tárgyalásokat a következő fordulóra, ami sokkal jobb, mint ami most előállt, már pedig tudtuk, hogy ez elő fog állni, mert hogy lényegében szerintem aki ezt közelről követte, ezt a történetet, azt szerintem nagyjából biztos lehetett abban, hogyha kettő összeáll, második harmadik összeállkozása, az mindenképpen bukni fog. Nem azt akarom, hogy Gyurcsány Ferenc hibázott? Nem tudom, hogy hibázott-e, én csak azt mondom, hogy volt egy ilyen lehetőség, volt egy ilyen taktikai lépés, ami unortodox az első helyzetet visszaléptetni, de a második helyzet visszaléptetése is unortodox a harmadik helyzet javára. Szóval ez nem teljesen légből kapott történet. De hogyha tudjuk azt, hogy a második plusz a harmadik az mindenképpen több, mint az első, akkor valójában ő egy második helyre be tudott volna így jutni. Ennek okán viszont lényegében egy harmadik helyre jutott ebben a történetben. Nem mondom, hogy ez egy életszerű, nem mondom, hogy ez könnyen kivitelezhető lett volna, nem mondom, hogy a DK-s elkötelezett tábor ezt nagy lelkesedéssel fogadta volna, de azt mondom, hogy ő durvákrára mégiscsak relatív jobb pozícióban lett volna egy ilyen visszalépés esetén, mint amiben most van. Ha így most visszanéztek erre a folyamatra, nem csak az miniszterelnök jelöltére, hanem ugye az egész előválasztás, onnantól kezdve, hogy megszületnek a háttéregyességek, a DK, Jobbik, paktumnak tűnő valami, de ugye az egészre. Úgy, mi az, ami bennetek van? Most már feldolgozta mindenki a gyászt, a sikert, hogy milyen volt ez az egész? Mi a tanulsága? Nem tudom, milyen következtetés lehet erről levonni? Hát nagyon rövid akarnék lenni. Minden egyes hibája, a kampány rövidsége is mindenféle bakik ellenére abszolút sikeres. Vártnál, az én általam vártnál sikeresebb. És ennek a sikernek ugye az a fokmérője, hogy mit csinál most a Fidesz, mekkora zavarban van, mennyire nem tudja, hogy merre lépjen. És a számok, hogy most újra emelkedik az összellenzék támogatottsága, és az szerintem itt lehet lemérni. Ezt én annyival egészíteném ki, hogy eddig sikeres. Eddig, igen. Mert hogy azért nyilván ennek az igazi próbája ennek a pudingnak az a 22-es választás. Tehát ugye a 22-es választásokkor ez, ami most előállt, mert szerintem most már csak a listán vitatkoznak lényegében, vagy a listaállítás az, ami hátra van, ilyen nagy fontos politikai lépés, meg persze majd a kormányalakítás, de hogy... Hát a közös kampányprogrampontok azért ott igen, is lesz bőven. Igen, de ugye ott a közös alapprogram az ugye már nagyjából megvan, most, hogy abból ki mit emel ki mit nem, ki mit tesz hozzá, szerintem nem az a történet, ami nagyon érdekelni fogja a választót ezek után most már. És hogyha ez a történet 22. áprilisában sikere fog vezetni, és szerintem akkor üthetjük rá erre a történetre a pecsétet, hogy nagyon oké, sikeres volt. Hogyha valami miatt elbukik, és nem csak egy homokszem kerül a gépezetbe, hanem egy nagy szikla is beleesik a fogaskerekek közé, akkor simán lehet, hogy akik ezt kitalálták és összerakták, fogni fogják a fejüket, hogy hát ez, hogy hozhattuk ezt létre. Úgyhogy én még egyelőre kivárok, de eddig szerintem is izgalmas volt, érdekes volt, tanulságos volt, egy érzelmi hullámvasút volt szerintem mindenkinek, aki az egészet követte. Teszem hozzá, akár ellenzéki, akár kormánypárti szavazóként szerintem a dolog politikafogyasztóként szerintem érdekes volt. Igaz volt az a feltételezés, hogy ezek a politikusok mindent meg fognak tenni a választókért, és vagy a jobbik, vagy a rosszabbik arcukat mutatva, de szerencsés esetben általában a jobbik arcukat mutatva fognak küzdeni a sikerért. És igazából szerintem olyan küzdést láttuk már most 7-8 hónappal az éles választások előtt, amit sok esetben még az éles választásokkor sem látunk. Uh-huh. Bizonyos esetekben szerintem élesebbek voltak a küzdelmek, bizonyos politikusnak szerintem nehezebb volt most győzni, mint 22-ben lesz győzni. Szóval szerintem baromira érdekes volt, rettenető tanulságos volt. Nagyon, nagyon, nagyon tanulságos volt az, ahogy mondjuk a választók elbántak azokkal a politikusokkal, akikre a gyanú árnyéka vetült. Uh-huh. És itt hangsúlyozottan az árnyékról beszélek, mert hogy van, aki maga volt a gyanú, de van, akinek csak az árnyék vetült. És hogy van, aki valószínűleg sáros volt ebben a történetben, van, aki viszont valószínűleg tiszta volt, de nem tudta ezt megoldani a nyilvánosság előtt, és a választók elzavarták. És az új választókról mit lehet tudni, mit tudhatunk? Én állítólag itt jött most több 10-100 ezer, 200 ezer. Én egyelőre nem látok új választókat, nekünk még nincsen kész az új kutatásunk, ami az esemény utáni új kutatás, jövő héten is meghívtuk, akkor majd elmondom, a szörp ugye. Pont egyből néztem is, hogy mennyi van még, tudom, azért még ezzel beszélünk. Talán még marad egy kicsi. Szóval, hogy de ugye mi a két forduló között kutattunk,
Nyilván az nem ugyanaz, mint az első forduló után. Abból azt láttuk, hogy ugye az előző műsorban is elmondtam, hogy az MMM, mint politikai entitás létrejött, annak ellenére, hogy nem párt. A választók szavaznának rá 5-4%-kal, a Jobbikból, a Momentumból és az összefogás szavazóból táplálkozik, összefogás szavazó, ugye, aki az összefogásra szavazna, de egy külön pártjára egyikre sem, és nem növekedett az ellenzéki tábor, és nem növekedett az aktív szavazóknak a tábora két forduló között. Hogy utána mi történik, arról nekem még nincs képem, de hogyha neked van, akkor kérlek, hozd meg velünk, nekem jövő héten lesz. Nincs képem róla, de itt gondolom a kérdés az inkább arra vonatkozott, hogy kik azok, akik megjelentek közben. Ki az a 220, igen, közel 220 ezer ember? Van ez a kép, amit nem tudom, hogy mennyire valós. Hát én magam, aki egy, nem tudom, újságíró mondhat-e ilyet, hogy én magam is ebbe a táborba sorolnám magamat, hogyha nem lennék újságíró. Szerintem mondhat. Hát most mondta is. Tehát, hogy van ez a kép, ami pozitív kép lenne, mert arról szólna, hogy volt itt egy jelentős tömeg, amiről mi mindig ábrándoztunk, hogy van egy ilyen jelentős tömeg, ugye, akiknek készítjük például a Magyar Hangot is, ugye, az a inkább jobboldali, akinek a polgári Magyarország eszméje az nem csupán egy piaci termék, nem a pillanatulalása, ez a kis idealista jobboldali, és hogy mindig el voltunk egy kicsit kenődve, hogy hát azért úgy tűnik, hogy olyan sokan nem vagyunk, és van ez a kép most, és ami azt sugallja, hogy de, ilyen sokan vagytok, nézd meg, itt vannak a lelkes fiatalok, akik 220, szuper minden. Azért kérdezem, hogy akkor most, viszont ha nem, jó, az két választ, vagy a két forduló közötti, jó, akkor nem tudunk erről semmit. Jó lenne, ha így lenne, és nem csak azért, mert hogy akkor az ember megerősítve gondolná az eddigi táborok közötti botladozásának igazságosságát, hanem azért is, mert hogy az mindig jó, hogyha egyre aktívabbá válik a köz. Hát az egy pozitív dolog. Ezért kérdezem, hogy akkor... Hát mély furást nem végeztem ebben a témában, de az látszott az adatokon felületesen szemlélve is, hogy több a fiatal, kevésbé politikafogyasztó, és sokkal kevesebb embernek van biztos pár preferenciája, mint abban a csoportban, aki eddig részt vett, és látszott az is, hogy ők azért kétharmad, egyharmad arányban Márki-Zay Péter felé húznak ezek a típusú emberek. Viszont az is látható volt, hogy a falvak, községek népe nem hajlandó ugyanolyan arányban menni. Kiesett Jakab Péter, ugye, aki még itt voltak olyan választókeretek, ahol még első helyre is be tudott érni, és ott látszik, hogy több helyen vissza is esett egy kicsit a részvétel ezeken a helyeken. Igen, de azokon a helyeken azért csökkent a hozzáférés is, tehát, hogy így kevesebb van. Sátor nyitott ki, így van, ideig nem voltak gondom ott kint a jobbikosok annyian, vagy nem volt, igen, tehát, kevesebb, más aktivista háttérrel. Így van, tehát az új belépők ugyanúgy megmaradtak nagyvárosi értelmiségi jellegűnek, mint a korábbi. Igen, de ugye én nekem az a hipotézisem, és ezt még nem tudom kutatásokkal átámasztani, csak a két forduló közötti sugallja ezt, hogy valójában ők szerintem nem új ellenzéki szavazók, csak most lettek lelkesek. Mert most nyílt számukra egy olyan kapu, egy olyan személy, akire azt gondolták, hogy hoppá, hát akkor érdemes szavazni, ez egy új alternatívát nyújt nekik. Tehát de én nem is azt mondom, hogy ők már így van, nagyon jól mondom. És az ellenzéki szavazót azt én úgy is értem, hogy ellenzéki, de párt nélküli. Az úgynevezett összefogás szavazó, amit egyébként mi, ugye most, hogy csökkentek 6-8%-ra mérünk az összesben, illetve a biztosban, a teteje az olyan 8 és 10 volt körülbelül, és arról kicsikét most már egyébként, ami is elkezdett visszacsorogni. Vicces módon egyébként a DK szívta eddig őket fel, most meg már ugye elkezdte az MMM őket felszívni. Szóval, hogy szerintem ez a szavazó eddig is az ellenzékre szavazott volna, de eddig nem volt lelkes az előválasztáskor, most kapott egy olyan szemét, egy olyan karaktert, egy olyan ideát, ideológiát, amire azt gondolta, hogy hát akkor most elmegy. Ugye az is látszik, hogy ugye 180-90 ezerrel kevesebben mentek el, illetve 220 ezerrel többen mentek el. Nem gondolom, hogy az a 180 ezer, aki nem ment el, az most hirtelen kormánypárti szavazóvá vált. Egyszerűen csak ő karácsonyban gyakabárva kiestek az emberei, és nem feltétlenül tudta magának megtalálni az új irányt. Na, viszont azt mondjátok ugye, hogy van most már 4-5%-nyi választó is, ez a teljes népességen belül egyébként? Ez összes megkérdezett. A teljesben 4, a biztos szavazóban 5. Na, szóval ez már azért látható tömeg.
aki, amely szavazna az MMM-re is, csak ugye hát az MMM-mel az a probléma, hogy nem lehet rá szavazni, mert egy mozgalom, és legalábbis eddigi nyilatkozataik arról szóltak, hogy nem is szeretnének, nem is akarnak párttá válni, de hogy persze, hát tudjuk, hogy mit azért jelent. Egy rossz májú megjegyzés, hadd szúrjak be, hogy valószínűleg párttá alakultak már volna nagyon rég, hogyha úgy érezték volna, hogy ezt meg lehet, meg tudják tenni, meg lehet tenni, és ez a mozgalom, ez nem jut az előző X darabnak a sorsára, amik ezzel próbálkoztak. Na, akkor próbálj meg a jövőben nézni ismét, most nem kell olyan nagyon pontosan, csak úgy nem csak két vonal mentén. Az egyik az, amit mondtak, hogy megjelent egy komoly bázis tulajdonképpen az MMM mögött, a másik vonal meg az ebben a történetben szerintem, amit Márki-Zay Péter dobott be ötletként, hogy legyen egy külön civil hetedik frakció is. És tehát ezt a kettőt meghosszabbítom, akkor ezek nekem úgy találkoznak egyfajta valamiben, amit majd nem tudom, jól látom-e. Hát én azt gondolom, hogy a Márki-Zay arra fog tenni lépéseket, hogy gründoljon magának egy frakciót, ezt ugye már effektíve bejelentette, de szerintem ez úgy fog menni, hogy szerez magának egy pártot. Mert az MMM-et nem lehet átalakítani decemberig párttá, ugye azért december, mert a választás bejelentének az időpontjában kell pártként létezni annak a szervezetnek, és az körülbelül decemberben lesz kiírva a választás, nem is a bejelentés, a kiírása az, amit a fontos dátum. És kétféleképpen lehet szerintem pártot szerezni. Az egyik az az, hogy egy meglévőbe bemegy. Ez ugye legpraktikusabban az Új Világ Néppárt tud lenni, mert az a 6 plusz 1-ként a megállapodásnak a részese. Uh-huh. Vagy a másik, amely egy kicsikét unortodox, de hát tele van a világ unortodox megoldásokkal, a Momentummal ők tudnak közösködni. És ezt azért gondolom így, mert nagyon komoly átfedést látok a Momentum szavazótábora és az MMM szavazótábora között. Már csak az, hogy kb. 1,5-2% pont egy szempillantás alatt elment a Momentumtól az MMM irányába. Illetve hát ugye valójában a Momentum ezt a kaput kinyitotta Márki-Zay Péter számára, amikor azt mondta, csont nélkül az első forduló vége, hogy szavazatok Márki-Zay Péterre. Mondhatta volna azt is, mint egyébként a Jobbik mondta, hogy ne szavazzatok. Szerintem a Jobbik azért mondta, mert nem akarta ezt a kaput kinyitni, mert akarta tartani intaktként a pártot. Momentum pedig ebben szerintem egy lehetőséget lát, abba, hogy meg tudja szerezni a pártvezetőnek, ugye most épp ott egy hatalmi vákum van. Uh-huh. Egyébként szerintem ez beleillik ebbe a képbe, szerintem nem véletlenül van most egy hatalmi vákum, tehát hogy az is benne lehetett a bölcs, nem is tudom ott, hogy hívják kongresszusnak, vagy választmánynak, vagy küldőgyűlés. A bölcs küldőgyűlésnek a fejében, hogy nem szokás ilyenkor vezetőt cserélni, de hogyha már éppen van egy vezető szabadon, nekünk meg éppen egy vezetőre van szükségünk, akkor miért ne tegyük ezt meg? Uh-huh. És ugye egyrészt ideológiailag, tartalmilag is van átfedés a kettő elképzelés között. A szavazóbázisának mondjuk a korosztályát tekintve is van átfedés. A szavazóbázisnak az ilyen anti-establishment jellege miatt is van átfedés. A szavazóbázisnak az újra való fogékonyságai miatt is van átfedés a két szereplő között. Ugye a Momentum egy pillanatot elveszteni az újak, fiatalok vagyunk báját, amire egyébként ők szerintem hibásan építenek, mert előbb-utóbb mindenki elveszti, de így egy kicsikét ezt fel tudják tartani, és be tudják így importálni saját magukba a Márki-Zay által keltett friss hullámokat, de ez mind csak hipotézis. De egyébként ebben a két irányban annyiból alátámasztja az én kis mezei állampolgári tapasztalásom mindezt, hogy én most a Facebook oldalon például nagyon sok Momentum Márki-Zay közös hirdetést kapok. Lép be, úgyhogy úgy hirdetik a Momentumot, hogy lép be, legyél a Momentum a sikerész, hogy közben Márki-Zay Péter áll Orosz Anna mellett, akivel egyébként interjúnk van Orosz Annával. Hát igen, úgyhogy... csak ez azért lehet veszélyes is, ez vissza is üthet a pártra. Ezért, attól függ, mi a pártnak a terve? Igen, attól függ, hogy miben mérjük a sikernek a mértékegységét, hogyha az MSZP abban méri ugyanezt a folyamatot, amit lassan 10x éve próbál magával időről időre eljátszani, hogy importál bizonyos szereplőket. Hogyha a túlélésben mérjük, tehát hogy még létezik MSZP, akkor mindenképpen siker. Csak tényleg ez egy kockázatot is jelent. Márki-Zay Péterre már az első fordulóban is sokkal-sokkal több momentumos szavazott, mint a saját jelöltjükre, Fekete Győr Andrásra, és Márki-Zay Péter nem az annak a politikusnak a hírében áll, akivel nagyon könnyű tartós megegyezéseket, és nagyon könnyű vele szót érteni, uh-huh. És szereti a párt szempontokat magáévá tenni, egy adott közösség vagy párt szempontjait.
majd belejön. Hát ilyen, majd belejön. Hát ugye, hogyha mondjuk szóval miniszter, szóval akkor elvileg négy évre kell tervezni egy megállapodásban, tehát vagy egy ilyen csoportban, egy ilyen összefogásban, szóval végül is ez szóval egy világos, hogy ott van egy hatalmi vákuum, a Momentumnak volt egy vezetési válsága, ezt így most nagyon könnyen át lehet hidalni. Hirtelenjében senki nem beszél arról, hogy a Momentumnak nem biztos, hogy olyan sikeres volt ez az előválasztás. Tudom, egyéni jelöltek szintjén végül is szerintem előre aláírták volna azt az eredményt, ami született. Talán, vagy helyek közzel. És bocsánat, csak egy ilyen közbevető félmondat. Ugye körülbelül hát 6-8 biztos bejutó helye van a Momentumnak egyéni képviselői szinten, abból 3 exportált. Ugye Szél Bernadett, Hatházi Ákos, igen. És Szabó... Nem. Szabolcs? Szabó nem. Szabolcs, igen. A Csepeli. Igen, Soroksert Csepeli. Úriember. Aki ugye szintén párton kívüli együttesként jutott be anno a parlamentbe. Szóval, hogy azért a Momentum itt sem teljesen a saját lábán áll. És hogy innét nézve valójában mindegy szerintem, igen. Hogy... De csak az zárójelként... És hogy ugyanezt a folyamatot nézzük, van körülbelül fél tucatnyi 5-6 jobbikos jelölt, aki pedig MMM-hez is közeli. Mindegyik, hát, az MMM-nek mindegyik pártban van egyébként, mind a 6 pártban mindegy, van nominátja. Igen. De gyanús. Hogy, na, van még ebben valami? Vagy hát tudom, még most valamit? Hát vannak ebben. Hát ez azt mondom, hogy látjuk. Tehát az mindenképpen izgalmas lesz. Ez a Márki-Zay Péter, mint a Momentum elnöke, ez például egy teljesen új valami. Mennyi M lesz már ott, nem? Momentum, mindenki Magyarországon mozgalom. Márki-Zay Péter, ez legyen. Tehát akkor 4M lesz. Minimum. Na, jönnek a békemenetek. Békemenet hegyek lesznek ugye a hétvégén. Egyrészt a Kétfarkú Kutyapárt déltől, az mindenkinek ajánlom, jó szívem, az nagyon vicces. Valószínűleg a legszórakoztatóbb. Nagyon jó, elképesztően kreatív üzék szoktak, tacepauk és mindenféle reklámszlogenek, tényleg baromi. Egy jó buli. Ez a politikai pride tulajdonképpen. Viszont érdekes lesz, hogy merre felé fog kanyarodni az a felvonulás, amikor véget ér. Na azt mondom. Mert az Andrássy úton ők két irányba kanyarodhatnak, mondjuk az Oktogonnál kb. Aztán oda jutnak be. De én azt néztem, hogy itt most mindenki összekanyarodhat mindenkivel, mert ugye úgy néz ki, hogy délbe kezd a Kétfarkú Kutyapárt, 2-kor kezd a klasszikus, a nagy békemenet, és ők is ugye az Andrássy úton fognak majd sétálni, bocsánat, vonulni, és aztán 15.30-tól van az összellenzéki nagy ünnepség és hát erődemonstráció, és azt meg az Andrássy útnak a végén. És 15.30-kor mond, vagy az 16 órától, 15.30-tól mond Orbán Viktor beszédet, az megkezdődik 4-kor. Tehát én megyek mindegyikre, vagy próbálok mindegyiken ott lenni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog összejönni. Rendőrfőnök most annyira nem szívesen lennék Budapesten, hogy ezt itt kilogisztikázni, hogy azért ezek a... Hát néhány kordon ezt meg lehet oldani, szerintem most nincsenek annyira igen. Az indulatok annyira nem, nincsenek felvetve. Pontosan inkább lefelé hatnak ezekben a napokban már inkább. Igen, így van. Így mert van, hogy? Van. Hát vége az előválasztástól, az ellenzék kiszereplők inkább higgadságra intenek, a békemenetnél sem célszerű, hogy a nevével ellentétes irányokat vegyen túlságosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem nagyon nagy problémák nem lesznek. Biztos, hogy össze lehet majd vágni 6-8 percnyi jó videót, ahol lesz majd üvölk, így van, és valaki az zászlót vagy a molinót ki akarja tépni a másik kezéből. Ilyenek egészen biztosan lesznek, ezekre számíthatunk. De szerintem most nem érdekel nagyon egyik szereplőnek sem élezni a feszültséget, hogy a békemenetet miért kellett összehívni. Annak inkább az lehetett az oka, hogy... A 2019. évi budapesti előválasztásokra a Fidesz semmit nem készült, nem foglalkozott vele semennyire, és hát látjuk, mi lett a vége. A kerületek többségét és a főpolgármesteri címet is elvesztette, és most nem akarták, hogy ugyanez megtörténjen, és érzik, hogy ez most ráadásul még egy nagyobb dobás volt, nagyobb sikerrel, és valami ellenerőt kell támasztani, és a saját tábort egyben kell tartani. Erre szolgált az aláírásgyűjtés is. Nagyon tetszett, hogy kormány közeli, mondjuk így, hogy közleménykutató cégek kiadtak egy közleményt, hogy amiben volt egy ilyen sor... Az összefogás? Igen, volt egy ilyen sor, hogy csak nem töretlen a hit. És hát aki kriminológiában jártas, az azt jelenti, hogy elvtársak, baj van. Nagyon nagy veszélyben baj van a haza. Erre nem figyeltem fel, de a csak nem szó, a nerem belül az durva. Tehát az
A békemet után azt gondolom elkezdődik a békeharc is ebből. Én ezt a következtetést mondtam le. Szóval visszatérve a kétfarkú kutyára, azért szerintem ennek az egésznek a csendes vesztes a kétfarkú kutyapárt, ennek az előválasztás történetnek. Nem csak azért, mert nem vettek részt benne, hanem azért, mert egy anti-establishment jelölt nyerte meg az előválasztást. És aki ráadásul mond olyanokat, amiket Kovács Gergő is mondta. Kétforma kutyapárt is megirigyelne, így van. És hogy, hogy ezzel elszivattyúzza a kétforma kutyapárt erről a 1% így az állami támogatásnak a lehetőség. Arra gondolsz, hogy volt egy olyan felmérés, hogy ha Dobrev nyerne, akkor olyan sokan mennének el listán, ez a menekülő, azt hiszem beszéltünk is erről, hogy ez egy menekülő útvonal lenne, hogy behúzom tényleg a franc egye, meg ezt a MSZP Jobbik DK jelöltette, mindegy, behúzom rá, mert tényleg Orbánból már elegem van, meg a NER pusztító, és akkor listán viszont megkönnyebbülten egy egészséges X-et oda a kétfarkú kutyapártokra, hogy akkor ez nem lesz. Szerintem Márki-Zajjal ennek a lehetősége hát csökkent. Sokkal csökkent. Pontosan azért, mert hogy ő ebben a szavazói közegben relatív otthonosan mozog. Aztán persze lehet, hogy addigra majd azt fogja gondolni, hogy ő már betagozódott, és ő is most már establishment lesz, és elvesztettük, és annyira össze lesz gyurcsányozva, meg dobrevezve, meg nem tudom, karácsonyozva, hogy neki már mindegy. Ezt még nyilván nem látjuk, de szerintem nem, nincs sem most könnyű helyzetben a hétforkóhoz. De azért az 1% az talán meg lesz, nem? Tehát, hogy azért az nagyon nagy bukfás lenne ez a 4-5-hez képest. Hogy 71 jelöltet kell. 71 jelöltet kell. Az kemény meló, abban biztos vagyok. Ez nagyon kemény meló, és tényleg kell szerezni 70 akárhány embert is. Azért mondom, hogy 71 kell lennie. Ennél több, igen. 71-nél több jelöltre szükség van, mert mivel ha valaki bedobja. Viszont lekerült az a teher a két farkú kutyapárt válláról, hogy valódi pártként kelljen valódi pártszerű dolgokat csinálnia, nem? Vagy jó, nem kerülj le, mert mi voltunk lent a két farkú kutyapártnak a táborában, és azért hittak meg minket, hogy beszélgessünk arról, hogy mi hogy látjuk őket kívülről. És ott nagyon őszintén elmondtuk, hogy és az volt a furcsa, hogy minden meghívott, pedig 4 különféle irányból jöttünk, ugyanazt mondta, hogy tök nehéz helyzetben vannak most már, mert hogy ilyen valóságos politikai dolgokat kell valódi pártként csinálniuk, mint például 71 jelöltet találni, és 71 jelöltnek összegyűjteni a választó cédulákat, ami nem lesz könnyű tényleg. Teszem hozzá. De közben viccesnek lenni, tehát hogy marad. Egyszerre komolynak és viccesnek is. Körülbelül ezt mondtuk el. De az, hogy valaki pártként működik, az azt jelenti, hogy ilyen mennyiségű papírmunkát kell végeznie, és ezeket mind rendben kell tartania, és ez nem vicces. Az biztos. Ez nem vicces. Hát mert jön az ász, és odacsap. Néha amúgy is odacsap, de hogyha tényleg rossz, akkor tényleg odacsap. Szóval akkor békemenet, mindenki megtalálja a maga békemenetét, az egész biztos, hogy békemenet cunami van, úgyhogy mindenki jöjjön, mert szerintem érdemes egyébként. Ja, még az jutott eszembe, hogy az nagyon vicces, hogy minden egyes békemenet előtt így a sajtó így rácsodálkozik, hogy szervezetten hozzák az embereket. Úristen, de hát persze, hát nyilvánvalóan hát ez így volt. Az én fatornyos kis szülővárosomban is az volt, hogy szóltak az embereknek, hogy hát van egy ilyen lehetőség, hogy tulajdonképpen meg lehet nézni Budapestet egész jól, mert nagyon szépen helyen megy a izé. Ingyen ma oda-vissza izé, utaztatunk titeket. Ilyen is van, de egyébként abban is egészen biztos vagyok, hogy ha nem lenne ez a szervezett utaztatás, akkor is rengetegen jönnének el a kormánypárti békemenetre. Minden bizonnyal lenne egy néhány tízezer fő mindenképp, ha szervezett, hanem hát itt most megint megugrottak a fertőzés számok, tehát ez is most egy érdekes szempont, én nem tartozom azok közé, akik olyan nagyon kockázatosnak ítélnék a szabadtéren való tartózkodást, de mondjuk 50 főnek be kell ülni egy buszba, vagy 20-nak, vagy 30-nak. Hát azért, ha visszaemlékszel így a nagy menetelésekre, azért ott több sorokba mennek az emberek, tehát igenis, hogy a Erdélyből is jönnének sokan, bár pont ma mondta Gulyás Gergely, hogy azt már annyira nem szorgalmazzák, hogy Erdélyből is érkezzenek, mert a romániai járványhelyzet az katasztrófa. Vagy oltási igazolványa. Na, még itt valami volt a fejemben. Jaj, kis tartsa! Az a legjobb. Ott most úgy lesz, hogy ha regisztrálnak a népek, akkor ingyen jönnek békemenetre, ugye, busszal, mondjuk kis tartsa nincs, de akkor is, végigmennek, meghallgatják a vezénylőtábornok 20 szónoklatát, hogy beszállnak a buszba, és elviszik őket az Elkurtuk című filmet is megnézni ingyen. Az mekkora nap már, mi? Ez egy csomagajánlat. Ez egy igazi ilyen package program. Ugye, és még lesz egy edény bemutató is utána, nem? Igen. Egy esetleg majd kell venni valami matracot. Figyeljetek, én holnap fogom megnézni a filmet, és eszembe jutott az, hogy
Szerintem a jók győznek a végén. Hát, gond nem lehet. Ez egy olyan én a rendezői változatot nézem meg, ahol Gyurcsány Ferenc börtönben. Jelentkeztem a Tura Rudi automata szerepére, de nem. Ja, téged másként foszti a hatalom. Na, hogy, tehát, hogy megnéztem azt, hogy most akkor mi lett a országos hisztinek a végeredménye. Emlékeztek, hogy a producer úr az a fú, politikailag betiltják, és el akarják hallgatni. Hát ez egy színjáték volt. Ez egy színjáték volt, de úgy látszik, hogy azért hatott, mert az összes mozihálózat valamennyi moziába most már adni fogják. Sőt, ugye úgy indult, hogy egy vetítés, meg nem tudom, este, meg hétvégén, nem minden nap megy délután 2-től este főműsor. Hogy megnéztem, most délelőtt készültem a műsor, és így végigkattingattam a Cinema City-nek a országosan is, a vidéki városokban is, hogy mi a helyzet. Iszonyú üresek a mozik. Tehát vidéken, bemutató napján ilyen 8-10 fő van egy-egy teremben. Budapesten jobb a helyzet, ilyen szempontból ott azért van valami, és akkor ehhez még hozzáteszik, ezek a szerencsétlen, jó nem szerencsétlen, mert nyomorult, szemétláda, profitorientált, kapitalista mozihálózatok, de hogy mégiscsak beadták a derekukat, és műsorra tűzték 640 milliószor a filmet, erre lassan az összes fideszes önkormányzat vetít ingyen a kultúrba. Tehát ez milyen tökön szúrás már? Hát úgy mondjam, ezzel majd nekik kell saját tulajdonosaik meg a részvényeseik felé elszámolni, hogyha belemennek ilyen politikai játszmába, akkor annak vannak adott esetben financiális következményeik. Nem tudok ebből szemben az ő főjükkel gondolkodni, de akkor úgy tűnik, hogy elmarad az, ami az előválasztáson a DK-nak összejött, hogy az első 2-3 nap legalább így tartotta magát és kivezényelte a szavazókat sikeresen szavazni, ugye itt párhuzamnak megfelelően filmet nézni, de hogy szerintem ne zárjuk, lehet, hogy az utolsó pillanatban becsekkolnak az emberek a moziba, és tömött sorokba fogják nézni, hogy hogyan tudják. Azért szerintem ott motoszkál, ugye ez a magyar amúgy is egy Orbán Viktor szereti, hogy milyen is a magyar, mindig így meg tudja fogalmazni péntekenként a Kossuth Rádióban, én is megfogalmazom, a magyar ez egy kicsit ilyen letöltős nemzet, ugye most szerintem ott motoszkál azért sokaknak a fejében, hogy talán nem lehetetlen, hogy ezt a filmet a Duna Televízió is műsorára fogja tűzni. És akkor ugye... Szerintem választások előtt még ez is be fog következni, hogyha tippelnem kéne, arra tippelnék, de kicsikét aggódom, mert ugye a filmnek a központi eleme, hogy hallom, az volt, hogy valamiféle közvéleménykutatók, valamiféle adatokkal futkorásznak a városban, és tegnapi napon kiderült, hogy a két közvéleménykutató, akiről szó van, az nem más, mint Hall Endre és Karácsony Gergely, akiket egyébként meg is személyesít két színész. Kicsikét örültem, hogy én ebben a történetben végül azon melózni kell, hogy bekerülj a történelembe. De hát látszik azt, hogy azért a mi szakmánk sem annyira egyszerű, és mi is komoly kockázatoknak vagyunk kitéve, mert még a végén úgy alakul, hogy minket is színészek fognak alakítani a megfelelő pillanatban. Megnézitek egyébként? Lehet, hogy megvárom, amíg 99 forintos DVD lesz belőle. Na, ugye, ezt mondtam, a letöltősnék. Na, mindegy. Nem, 99 forint. Az egy csocsó százas. Én még nem nőttem el, de van bennem kíváncsiság, hogy megnézem. Valószínűleg én is megvárom az első időszakot, hogy lecsengjen, és akkor... De mit csengjen le? Üresem az... Nem, hogy visszamokat. Foglaltam egyet, de úgy, hogy én voltam az első. Tehát, hogy teljesen üres terem. Elolvasom a kritikákat, megnézem a haverjaim, mit mondanak róla. Ugyanez. Biztonsági játékos. Late adapter. A James Bondra arra elmegyek az első héten, de azért ez mégiscsak. Aj, már téged megrontott a nyugat. Szóval lefoglaltam a helyet, és de totál üres terem. Tényleg. Fú, na, ilyen sem volt még egyébként az életemben. Ez is egy ilyen színelosszítés. Helyszín. Erre utána néztem, hogy azóta mi történt, és ott jött még egy ember, aki mögén foglalt. Ez a halálom, tudod, amikor üres a pláza, a parkoló is, vagy a bevásárló központnak a parkolója is üres, de odaáll mellé szűken. Miért? Na mindegy. Lehet, hogy tudja, hogy én vagyok. Ő az én kis offline pegazusom. Székelyudvarhely. Szép város. Mint Brüsszel. Figyeljetek, ne a konkrét esetről beszélgessünk, vagy hát arról beszélgettek, amiről csak szeretnétek, csak elmondom röviden az esetet, és akkor engem inkább az érdekelne, hogy azért az ellenzéknek csak kéne kezdenie most már valamit ezzel a határon túli magyar történettel. Hát a DK-t ő már ugye kiterítette a lapét, de úgy egyébként. Ugye arról van szó, hogy Márki-Zay Péter megy Erdélybe, és levelet írt Székelyudvarhely polgármesterének, hogy találkozhatnának. És hát a polgármester úr akkora demokrata, hogy feltette a Facebookon szavazásra ezt a kérdést. Már levette. Jó, hát mindenkinek vannak ilyen demokratikus pillanatai. Ez az irónia volt, mert hogy azt írta, hogy
hát ő nem találkozna ezzel az emberrel, mert aki Gyurcsány Ferenc szekerét tolja, az nem lehet jobboldali, és egyébként szerintem a Fidesz az egyetlen, aki a magyarság képviseletét, és akkor ez a Gálfi Árpádnak nevezett nevű polgármester, akit egyébként az a vicc, hogy nem is szeret annyira a Fidesz, tehát hogy nem álltok be mögé annak idején, meg nem volt nagy libling, mindegy, de most már ezt úgy érzi. Majd aztán levette ezt a kezdeményezést. És nekem mondom, ebben az a fájó, hogy én nagyon régóta és nagyon sokat jártam Erdélybe, és az én emlékeim, persze ezek még a 90-es évek elejéről, sőt 90-ből vannak, hogy nekem mindig az volt, hogy van hatalmas szeretet vett körül, akárhova mentem, hogy amikor először voltam Székelyföldön, tulajdonképpen majdnem elkönnyeztem magam attól, hogy a fenébe érezheti magát az ember ennyire otthon valahol, ami elméletileg nem otthon van. Szóval, hogy ennek nagyon-nagyon rengeteg pozitív élményem van, és nagyon szerettem, és mai napig imádom Erdélyt, most már mostanában Erdély hiányom van, már rég jártam arra felé, de közben meg látom ezt, hogy a NER ott is milyen melót végzett, és ugyanakkor azt gondolom, hogy viszont senkinek nincs megtiltva, hogy foglalkozzon a határon túli magyarság problémájával, az ellenzék annyira nem lelkesen szokott ezzel. Tulajdonképpen itt most sincs nagyon másként. Tehát, ha egy pártvezető szeretne egy rendezvényt tartani egy kormánypárti városban, akkor igen, nehezen találna magának termet, hogyha azt az önkormányzattól kérni. Szóval ez a rideg polgárháború következménye, ez a folyamat, ez eddig nem hogy lassult, hanem inkább gyorsult az elmúlt időszakban. És nagyon-nagyon nem tudom, hogy ebből hogyan lehetne kilépni. Egy biztos, hogy a Fidesznek nem érdeke, hogy ebből kilépjünk. És vannak emberek, akik azt gondolják, hogy azért, mert valakinek más a politikai véleménye, akkor nem a nemzet része. Ez oda is működik, meg vissza is működik. Egyébként nem azt akarom mondani, hogy... Én azt gondolom, hogy ez az enyhülési, vagy a hideg polgárháború végi folyamat már elkezdődött, vagy legalábbis már a vég, nem mondom, hogy vége van ennek a folyamat, de hogy elkezdődött ennek a feloldása. Kezdjük például ugye azzal, hogy hát mondjuk az ellenzéki összefogásnak van egy csomó olyan szereplője, aki nem lehet azt mondani, hogy mondjuk ellensége lenne azoknak az elképzeléseknek, amelyeket a határon túli magyarok egyébként szeretnének, hogy képviselve legyenek az országban. A Jobbik, illetve a Szavazó Bálint is annak a nagy része ennek abszolút barátja. Márki Zaj is hasonlóképpen nyilatkozott sokszor. Gyurcsány Ferenc nagyon sokszor használja a nemzet kifejezést, és nemzet. Hogy a hazafi nemzet, nagyon így gyakran. Ugye az MSZP, hát, azt ő emlékszem, Mesterházi Attila alatt elnézést kért a korábban elkövetett atrocitásokért. De viszont kikapott az előválasztáson. Viszont ugye a pártja mondjam, jobban teljesített, mint ami mondjuk adódna abból a százalékból, amit mellé mérnek a közvéleménykutatók, így az esetben mi is. És ugye elkezdte ezt a folyamatot, hogy kibékítse a szavazótáborát a határon túli magyarokkal, sőt, hogyha jól emlékszem, abban az időszakban ők valami partnerségi megállapodásra is léptek az RMDS-szel, így szépen csöndben. Szóval, hogy ugye Molnár Zsolt, hogyha jól emlékszem, 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt Erdélyben, Tusnádfürdőn is egyébként, a Tusnádfürdői táborban is fellépett, és ott is szólt, és ott is beszélt, és ugye elmondta, hogy tovább is megtartaná mondjuk például a parlamenti képviselőjét a határon túli magyaroknak. Sőt, tehát hogy szerintem van egy csomó olyan lépés az elmúlt, hát nagyjából 6-7 évben, ami egyébként szerintem most tetőzik azzal, hogy a széleskörű összefogást nem lehet most már nemzetietlennek mondani, mert hogy nagyon sok olyan elem van benne, olyan politikus van benne, aki nem csak az elmúlt 7-8 évben lett valamennyire nemzeti, hanem mindig is az volt. És hogy szerintem ez oldja ezeket a feszültségeket, és oldja ezeket a politikákat. Nem mondom azt, hogy a Fidesz 90%-nál kevesebbet fog kapni mondjuk 22-ben a határon túli szavazatok körében, levélszavazatok, hogy ott sok mindent lehet egyébként csinálni, zárójel bezárva, de azért látom ennek az enyhülését, hogyha lassan is. Én nem látom, be kell, hogy valljam. Azt értem, hogy az ellenzék több szereplője gesztusokat megtette, és azt is gondolom, hogy ez politikai cselekvésben is megnyilvánulna, ha ők kormányra kerülnek. Viszont a Fidesz hálózatépítést teljes mértékben kimaxolta. Az biztos. 2018-at követően, tehát gyakorlatilag nincs médiumokat. Pont ezt teljesen akartam mondani, hogy média, tehát határon pártok, túl csak a Fidesz tehát média jut el. De egy nagyon fontos dolog van, hogy egyetértek, hogy a házatépítést kimaxolta, de
ezt, ennek a házatnak a finanszírozása az adófizetői pénzekből zajlik. Teszem hozzá, nem csak az erdélyi hivatalos házatoknak a finanszírozása, hanem az erdélyi pártközeli, Fidesz közeli házatoknak a finanszírozása is. Ennek okán, ha van egy kormányváltás, akkor nagyjából szerintem másfél nap alatt le fog váltódni ennek a finanszírozási rendszernek is a szereplői, le fognak váltódni, és ebben a pillanatban ezek a lojaltási rendszerek, amik az elmúlt 10 évben felépültek és kialakultak, meg fognak törni, meg fognak változni, és hirtelen az erdélyi szereplőknek is máshogy kell erről a kérdésről beszélni. Ebben egyetértek, csak hát el kell vergődni 2022 tavaszáig, tehát hogy addig viszont ilyen típusú bejegyzésekre. Abban biztos vagyok, de tehát mind a kettőtöknek, szerintem itt mind a kettőtöknek igaza van. A helyzet most nagyon vacak, viszont hogyha az ellenzék, akkor nagyon könnyen tud változni. Az ellenzéknek meg szerintem ugye annyit kell tennie, hogy a valós támogatói rendszer, tehát nem ezeket az izéket, a iskolai építés, felújítás, közösségek támogatása, meg minden, ami jó ebben a határon túli sztoriban, azt ugyanúgy megtartják, és akkor nem lesz semmi probléma. Sőt, akkor egyből már... Egyébként, hogyha kicsikét mélyebbe belenézünk a határon túli, mondjuk például az erdélyi politikusoknak a lelki világába és politikai orientációjába, akkor én biztos vagyok benne, hogy a politikai számítás az nagyon nagy arányban befolyásolja azt, hogy ők most teljesen a Fidesz irányba orientálódnak. A szívük és a lelkük mélyén azért nagyon sokan nincsenek így. Nagyon sokan csak kvázi kényszerből orientálnak ebbe az irányba, azért, mert azt gondolják, hogy nekik gondjuk lenne vagy a szavazóikkal, vagy a Fidesz-szel való kapcsolattartásban, hogyha lásd ugye az fenyegető SMS-ek rémképe. Elárultok egy ilyen óriási nagy titkot, én nekem volt erdélyi barátnőm, és még megboldogult ifjúkoromban, hosszú éveken keresztül. Én ennek okán meglehetősen sokat jártam abban az időszakban oda, és ráadásul politikailag meglehetősen beágyazott közegben mozogtam abban az időben is. Tehát egy relatív jó beláttam, ez már 90-es évek eleje időszak, de nyilván persze utána is megmaradt egy csomó kapcsolat. Szóval, hogy valójában azok a politikusok teljesen máshogy beszélnek magánemberként, meg az a közeg teljesen máshogy beszél magánemberként, meg hogyha szíve szerint tud beszélni, a saját politikai orientációjára, mint hogyha hivatalos képviseletet kellene elmondani, és az által hivatalosan képviselő dolgokat kell megerősítenie. Szóval sokkal tagoltabb az erdélyi, meg általában határon túli politikai rendszer, mint ami kívülről látszik, és szerintem ez a tagoltsága, ez szerintem nyilvánosságban is meg fog jelenni egy esetleges kormányváltás esetén. Annyiból egyetértek, de azért egyrészt több esztendő valószínűleg eltelt ettől a helyzettől fogva. Viszont annyiból meg igen, hogy őket egy más közeg választja meg. Tehát neki egy bizonyos választói tömeget kell megszólítania. Hát, és nem volt olyan nagyon régen ez a bizonyos RMDS-Fidesz szerelem, emlékeztek, hogy ütötték egymást? Igen. Ez a 90-es évek. Hát ugye, sőt, kimondottan ellenségesek voltak. Abszolút. Hát akkor konkrétan volt, hogy évekig nem is találkoztak egymással a pártvezetői szinten legalábbis. Hát, sőt, létrehozták ugye az ellen RMDS, a 100 jelenő vezette szervezetet, aminek az volt a cél, hogy kinyi az RMDS, ezt nem tudta megtenni. Ez a polgári, nem is tudom, mi a pontos neve. Polgári szövetség volt? Erdélyi Polgári Szövetség, vagy valami ilyesmi. Basz, én is elfelejtettem el. 100 jelenő is hol van már? Biztos valami jó helye van. A nemzetstratégiainak a vezetője. Akik ilyen titkos kutatásokat csinálnak, amiket soha nem lehet. Csak izéve bíróság által se kiperelni, hogy legalább lássuk. És amikor az nem sikerült, ami egyébként például Szlovákiában felvidéken sikerült, ott sikerült megosztani a politikai, meg a szavazóközösséget is egyébként. Ugye az most konkludált oda, hogy szétestek négy pártra, aztán most egy újra összefogás. Most néhány napja pedig újra. Hát egy hete vagy valami ilyesmi, újra összefogtak, és a többi elvileg beleolvad abba az egybe. Ezt nem sikerült, az RMDS-nek a kvázi monopól helyzetét Erdélyben sohasem sikerült megtörni. Annak ellenére tényleg a Fidesz éveket tett bele. Nagyon keményen tolták, és nagyon sok pénzt is sajnos. Na még a fidelitásos ökörség van ideírva, de ettől én most megkímélek titeket, mit szóltok hozzá, mert elemzőként most... Ámen. De ezt hithatjátok a fidelitást, akarjátok, de egy jellemzőnek az úgy jár jól. Szerintem annyit nem ér. Szerintem sem ér annyit. Mondjuk ez az izé lett volna a ikertornyok, hogy Ceausescu és Márki-Zay Péter, mert hasonlóan dőlnek oldalra, és akkor ikertornyok, ezt írta a fidelitást. Hoppá Péter is megosztotta. Hoppá Péter egy csomó ideig normálisnak tűn, nem? Hoppá Péter most aggódhat, mert ugye Baranya 2-ben indul, és hát ott nem biztos, hogy ő nyerni fog az egyéni képviselő. Hoppá! Baranya 2 az jó esélye, Fidesz vereség. Tényleg? Igen. Valószínűleg igen.
Így jár az, aki hülyeségeket osztogat meg. És akkor itt az új Magyar Hang, Bródi János interjúnk van, meg van Orosz Anna interjúnk is, meg Tóth Gabi interjúnk is van. Hoppál. Na, most már lejövök a szerről. És azt szeretném még elmondani, ami nagyon fontos szerintem, ja igen, hogy kötött fogás extra lesz ugye most szombaton. Pörzse Sándor, Csintalan, Konok, Puzsér meg én. A szokásos helyen 7-től a Hadszín Teátrumban. Azt hiszem még van néhány egy, úgyhogy még érdemes érdeklődni. Szerintem jó lesz. Hát az eseményeken ott van akkor. Igen, igen. Én próbálok odaérni, bár három békemenet után már lesz egy kicsit, meg leszek punyadva, vagy nem tudom, lehet, hogy kihelyezzük az egész műsort a Gyorskocsi utcába, és akkor ott találkozunk. A Hadszín Teátrumhoz mellett ott van közel a békemenet, tehát hogy... Hát csak nem fog este 7-ig tartani, bár ki tudja. És még amit nagyon fontos is szeretnék elmondani, az az, hogy ez a műsor, meg a kötött fogás sincs, hogyha nincs Magyar Hang, úgyhogy köszönjük a támogatást, és hát legyenek minket továbbra is, mert szerintem ráadásul még jó újságot is csinálunk. Szuper volt, hogy eljöttetek, köszönöm szépen, hogy megint elemeztük a dolgokat, köszönöm még egyszer azt, hogy mi voltunk a legelsők, akik már akkor is tudták, amik nem lehetett tudni, és hát köszönjük a figyelmet, jövő héten találkozunk, ja meg akkor szombaton ugye az extrém. Sziasztok! Viszontlátásra!